Join Balazs and Livy this summer as they embark on an unforgettable journey to Benelux. Their adventure is filled with friendship, flavors, and the fairy tale charm of old towns. As it would be a long drive from Bern to the Netherlands, they are stopping in their former hometown, Stuttgart. Here, Balazs and Livy reunite with old friends, sharing stories, laughter, and beer. After a nice weekend, they set off to Maastricht, the Netherlands, a city where tradition meets modernity. Here, they indulge in the simple pleasures of Dutch life. In Maastricht, Balazs and Livy savor the flavors of Holland with its exquisite beers and world-renowned cheese. Each sip and bite tells a story of craftsmanship and tradition. Köszönet Snoopnak a felvezető narrációért. Igazán kedves, hogy elvállalta. Innentől sajnos velem kell beérnetek. Maastrichtban megtekintettük még az Illúzió Múzeumot, ahol jót szórakoztunk a különféle érzéki csalódások látványán. Mielőtt elhagytuk volna a Maastrichtet, még megnéztük a Szent Péter erődnél lévő barlangot. Helyesebben nem is barlang ez, hanem egy 13. századi volt mészkőbánya, amit labirintusszerűen váltak ki. A vezetett túra alatt a legérdekesebb sztori a bányászat közben talált dinoszaurusz csontvázé volt. Akkoriban ugye fogalmuk sem volt, mit találtak. Azt gondolták, már annyit ástak, hogy elértek egészen a pokolig, ahol ilyen szörnyek vannak. Ezután érzékeny búcsút tettünk Maastrichttól, és meg sem álltunk Brüsszelig. Beszorultunk ide a csokoládén volna, és úgy döntöttünk, hogy végigpróbáljuk az egész kínálatot, és eszünk egyikből egyet-egyet. Lehet, hogy el fogunk hízni a végére, de ez itt egy belga waffel, amit Livy rendkívül hosszas munkával választott ki, úgyhogy most megkóstoljuk. Remélem, finom. Na, milyen? Ez jó. Megérte vadászni? Jó reggelt! Ma beültünk a Chicago kávéházba reggelizni. Finom kávét iszom, és a reggel is jól néz ki. És átjön a Chicago érzés? Nem voltam még Chicagóban. De azért is kell. Jó. Tömegközlekedés! Yeeeey! Nincs is jobban el. De egész kultúrát eddig. Meglátjuk, milyen lesz. Elsőként a Város Történelmi Múzeumát látogattuk meg. A kiállításon megismertük Brüsszel teljes pusztulásának történetét, amit 14. Lajosnak köszönhettek. Természetesen nem maradhatott ki a pisilő kisfiú sem, aki a legenda szerint megmentette a várost, és több mint 1000 féle ruhája van. A következő program is egy múzeum, ezúttal a vonatokkal. Impresszív és látványos kiállítást hoztak össze. Végeztével az 1958-as világkiállításra készült atómiumot néztük meg. És ez itt az atom. Hivatalos nevén atómium, ami meglehetősen nagyra sikerült. Jó
gyorsan érünk fel az atom tetejére. Szerintem gyorsan, de nézz fel. Nézzük. Megindultunk, úgy érzem. Ez gyorsul. Jó, és egyszer fél úton vagyunk. És... ja, meg is jöttünk. Ez elég gyors volt. Mit szólsz hozzá? Cool. És ez már az atómium legteteje, a legfelső atom. Vivi éppen a mini Európát kémleli távcsővel. Összességében többet adott az atómium, mint amire számítottunk. Napsütésben kintről is látványosak a tükröződő gömbök, és a benti részeket is ötletesen használták ki. És Brüsszelben szakadó esőben nincs a program, mint... a városháza. Megnézzük a brüsszeli városházát. Oh,
fancy hotelünk van. De legalábbis jól néz ki, nekem tetszik. Eddig ez a legjobb, azt tudni. Igen. Igényesen berendezett, a chillárunk. Oh, a chillár. És ami külön tetszik, ez a kis minivel, hát ez nagyon jól néz ki, ez a legdizájnosabb, amit eddig láttunk. Ó, és még van benne kaja is. És tényleg névárbint funkcionál. Megérkeztünk a főtéren, és kis után talán az egész napos eső után egy felülés. És? Melyik tetszik jobban? Nekem Brüsszel egyáltalán nem tetszik. Ez viszont nagyon szép kis város. Megett a seafood. Az előétel, milyen volt az előétel? Finom. Rántott sajt. Ez finom rántott sajt volt. Nagyon finom sajt volt. Én meg egy ilyen pörköltet kaptam. Meglátjuk, mondjuk pörkölt sült krumplival. Jó étvágyat. Jó reggelt. Reggelt. Itt vagyunk. Most van, reggelizünk. És utána? Indulás, város nézni. Megnézzük a csatornatúrát. Csatornákat, a házikókat. Csoki múzeum. Bír múzeum. Sörmúzeum. Sörmúzeum, bocsánat. És mi van még a listán? Ezek a tudók már a... Szép idő is lesz már, világ. Fölcsétálunk. Na, addig is reggeli.
Eddig egy csodálatos, többnyire napsütéses, néhol felhős napunk van Brüsszben, és nem tudunk betelni a várossal. Mindenféle csatornák, templomok, gyönyörű szép épületek. Szóval eddig jó napunk van, reméljük ez így folytatódik a továbbiakban is. És feljöttünk a Belfort torony csúcsára, amit látható, fúj a szél, de gyönyörű a kilátás, csak kicsit rácsos. Közben sikerült megtalálnunk a sörmúzeumot, ami természetesen turista csapda, és a végén lehet kóstolni is. Sörkóstolás, sörmúzeum után egy Bruce Triple és egy Bruce Blond. Egészség. Találtunk egy ilyen Timescope nevű szerkezetet, ami a várost 500 évvel ezelőtt mutatja meg. És milyen ez? Érdekes. Érdekes? Láthatjuk a várost, mint hogyha 500 évvel ezelőtt lenne. Csak az a baj, hogy akkor süt a nap, itt viszont nem. Már nézek, ott szépen süt a nap, világvége időjárás közelíteni felénk. Ezért lehet, hogy keresünk egy sörözőt és fedezzük, amíg elvonul a vihar. Ezzel sajnos eljött az ideje, hogy búcsút vegyünk és folytassuk utunkat. Következő rövid megállónk Ostendben van, ahol a Napóleon erődöt tekintettük meg. Ami mérsékelten érdekes, semmilyen csata nem zajlott itt, csak az erődben szolgáló katonák mindennapjáról tudhattunk meg részleteket. Ebéd után indultunk is a következő célpont felé. És lassan megérkezünk Luxemburgba, kis késéssel, ugyanis már becsültem, hogy milyen messze van szépíteni. De így is megérkezünk fél hétre, utána Acsi... Vagy városnézés? Acsi és városnézés. Gyorsan beköltözünk a szobánkba, és megyünk felfedezni a várost. Megérkeztünk a napsütéses Luxemburgba, és ki is próbáljuk a tömegközlekedést. Egy időutazás, és újra maszkban utazhatunk. Ingyen van! Yeah! Ez egy szóval itt vagyunk Luxemburg városában. És a látszat ellenére itt nincs folyó. De van egy pici. Itt? Hát majd megnézzük ott lent. Ott lent lennie kéne. Szerintem nincs. És burg sincs legalábbis. Pici? Nincs. Burg. Hát az sincs. Pedig Luxemburg. Igen, és sok nem maradt. Viszont hát, jó időnk van. Te süt a nap. Jéj. Na, valljuk be, itt állunk egy fél óráig, és várjuk, hogy kisüssön a nap. Bekisütött. Bekisütött. Na, nézzük meg ott lent. Folyót. Ugye, hogy mondtam, hogy ez egy folyó? Igazad volt, de itt voltak szakaszok, ahol ez nem igazán látszott. De most teljes teljedelmében látszódik. És szép. És szép.
All right, check it. That was the final day of this fly Eurotrip. After they threw up the juices to Luxembourg, they cruised on down to Karlsruhe, and you know they had to peep that castle, real royal-like. They grubbed on one last meal, something real tasty, before rolling out, smooth on the road to Bern. I hope you liked following that lovely couple with me, chilling and thrilling through Europe. Keep it locked right here, cause you know we're gonna do it again. Stay fly, stay fresh, and catch y'all on the flip side. Peace out.